csapunk. Sziasztok, ez itt a Sóstól Noise, és egy igazi sztárunk van, most már mondhatjuk így. Szia Ricsi, köszöntelek téged. Hogy érzed magad, milyen volt a buli? Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát fura ezen az oldalt ülni, ugye egy fél éve még én csináltam ugyanezt a mellót, mint amit te. Én nagyon szeretem csinálni, te szereted csinálni. Király. Jó, király volt minden egyébként. Én nagyon élveztem, nagyon jó volt itthon, és újra Barbizonban, és sóstom ezen a részt venni, erre már régóta nem tudtam sót keríteni sajnos. De most pedig, hogy hazatértem az új évben, mint fellépő, ez egy nagyon pozitív dolog, úgy gondolom, és nagyon-nagyon jó volt a buli, hála jó Istenek a korékezés ellenére, és nagyon jó hangulat volt, és már volt közönség is, nagyon örülök, és jó volt itt valami, királyos úgy tudom, ez még mindig. Szuper. Ugye, ahogy bekerültél a tehetségkutatóba, és egyre előrébb és előrébb léptél, azért gondolom megváltozott az életed. Milyen irányba? Hát az igazság, hogy ugye bekerültünk ebbe a, ugye ebbe, úgymond ebbe a show businessbe. Én nagyon élveztem azt az időszakot, amikor az X-Faktor házból laktunk és jártunk próbálni, és voltak az élőadások. Ez egy nagyon-nagyon komoly munka volt, és egy nagyon-nagyon jó tanuló pénz, és hatalmas nagy boldogság volt, hogy ezt csinálhattam. És most pedig úgy érzem, hogy így a negyedik hely hatására biztosan be fognak indulni a dolgaim, és hál' Istennek most már nagyon jó visszajelzéseket kapok, és nagyon sok mindent fogok tudni megvalósítani, hogyha jól csinálom a dolgaimat, ahogy terveztem úgy, és akkor minden a helyén lesz. Azért egy jó zenésznek, illetve énekesnek gondolom vannak példaképei. Kik ezek neked? Hát az igazság, hogy nekem így úgymond példaképem annyira nagyon nincs, hogy ugye egy valakit meg tudnék mondani. Én igazából bármilyen zenét meghallgatok, és nagyon szeretem a jó zenét. Igazából pont így a fellépő dalaimon látszódik, hogy egyébként tökre változatos az a zene, amit úgy csinálok. Nyilván én vagyok benne, meg ugye a saját áldolgozás az összes, amiket ma is énekeltem. De úgy látom, hogy vevő rá a közönség, és ez egy nagyon jó dolog volt, hogy akit példaképnek tartok, most tényleg nagyon szeretem most a Várni Publicot, nekem most ők nagyon-nagyon tetszenek, de egyébként magyar előadók közül nagyon szeretem ezeket a retro nagy neveket, ugye a Demjén Ferenc, Pataki Attila, Charlie, Gerard, és nekem nagyon közel állnak a szívemhez is, és nagyon szeretem azt az irányt, amit ők csinálnak, és próbálom azokban a dolgokban, amiket most csinálok, vagy tervezek a közéjövőben, azokat a dolgokat is beleszűrni, amiket ők is fontosnak tartottak is, remélem, hogy ez hosszú távon kifizetődő lesz. Ugye te nyíregyházi vagy, gondolom rengeteg barátod van itt. Hogyan látod, hogyan viszonyulnak ők ehhez a sikerhez? Hát igen, Nyíregyházen ugye mi az elejétől kezdve, ugye mi zenekarosztunk, és hála Istennek az ilyen szórakozájéken vagy kocsmákban, ahol már zenekarral is tudtunk fellépni, megismertek minket, és sok, nagyon hamar sok barátot tettünk szert. Én tényleg boldogan látom azt, hogy azok az emberek, akikben nem vártam, hogy csalódni fogok bennük, nem is csalódtam. Ugye nyilván ez pozitív és negatív irányba is ugyanúgy igaz. De viszont nagyon jó érzés az, hogy hazajövök ide, és tényleg nagyon jó hangulatot tudtunk csinálni, és ez annak köszönhető, hogy azért Nyíregyházán is ugye itt vannak azok az emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy én jó legyek abban, amit csinálok, és ez kölcsönös visszafelé is. De viszont jó volt új arcokat is látni, vagy régieket, akiket már régóta nem láttam, és ők meg itt voltak és táncoltak, és azért nagyon jó dolog. Én nagyon-nagyon szeretek itthon lenni, többet járnék haza, nyilván, hogyha tehetném, de most Pestre köt az, amiért igazából most az elmúlt fél évet feltettem. Mi az, amire számítasz a jövőben, illetve mi az, amiért dolgozol a jövőben? Hát most hála Istennek volt ugye már most már megbeszélésünk, és most már minden nagyjából a helyére került, és azt tudom mondani, hogy majdnem, hogy nagyon jó dolgom van, mert többen megkerestek, hogy szeretnének velem dolgozni, és dalokat írni közösen. Én ugye nyilván nagyon szeretném jelentős részét kivenni a munkából a részemet, hogy rajta legyen az a nyom, amitől Nagy Ricsi. És szeretnék olyan emberekkel dolgozni, akikkel ismertek is, és olyan dalt írni, mert ez a legfontosabb, hogy most legyen egy nagyon jó dalom, és egy olyan dalt írni, amit a rádió játszik, és az amiért megszerettek, hogy azt hallgassák a rádióba, és miközben mondjuk reggel mennek dolgozni, vagy bármi, és vagy valakinek a telefonján rajta legyen. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek emlékezzenek rám valamiért, és most az a legfontosabb, hogy egy dalt kihozzunk, de mellette hála Istennek pedig nagyon sok megkeresésem van, hogy hívnak fellépni ugye nagyon sok helyre. És szeretnék most saját szervezésű dolgokat is csinálni, nyilván az még ugye idő, még azt az ember megszervezi, de például nőnapon is tervezünk itt Nyíregyházán egy nagyon szép kis összejövetelt, amiről még sok minden nem árulhatok el, de nagyon izgalmas lesz, az érdemes majd követni a közösségi portálokon, és igazából ami felé el szeretnék menni úgy irányvonal, az mindenféleképpen az, amit eddig az X-Faktorban csináltam, azért csináltam saját feldolgozásokat, hogy az emberek, ha megszeretnek, akkor úgy szeressenek meg, ahogy én vagyok, és hála Istennek most ez a buli az igaz, hogy megszeretek, és ennek nagyon örülök.
örülünk neki, mi is, hogy itt voltál, és büszkék vagyunk rád, további sok sikert. Király, azt még hagyd mondjam el, hogy egyébként a Sóston, hogy az még mindig Nyíregyháza a legjobb bulia, ezt nem lehet letevedni.